Az emlékmű, amelyet Pál József teveli és Erbő József németkéri plébános áldott meg, a 18. században megtelepült németek, a II. Világháború után letelepített székelyek és a felvidéki magyarok közti megbékélés folyamatának állít emléket. Talán egyedülálló az az emlékmű, ami itt található most már Tevelen. Most avattuk ezt fel. A három népcsoportnak, az itt élő németeknek, székelyeknek és felvidékieknek állít emléket. Azoknak az embereknek, akik ide kerültek, meg akik most is itt élnek. Ezen három népcsoportnak is a története mutatja meg azt, hogy mi magyarok csak a békét tudjuk megnyerni, a háborút sohasem. És ezért kell vigyáznunk arra, hogy a világunkat meg tudjuk őrizni. Számunkra más járható út nincsen, mint a béke. Teverről annyit kell tudni, hogy a II. Világháború kezdetéig szinte 100%-ban németek által lakott település volt. Magyarországra az elsők között érkeztek Baden-Württemberg tartományból a német telepesek, ez az 1700-as évek elejére tekinthető. Tehát a II. Világháborúig csak német anyanyelvű és ajkú emberek éltek, valamennyien tudjuk a II. Világháború történéseit, egyenes következménye volt annak, hogy több száz teveli német ajkú lakos került kitelepítésre, itt maradtak a házak üresen, magától értetődő volt, hogy ezek a házak nem maradhatnak üresen, lakatlanul, és először Erdélyből székely lakosság betelepítése kezdődött meg, majd később, pár évvel később a felvidékiek jöttek ide. Természetesen nem lenne reális megfogalmazás, ha azt mondanánk, hogy felhőtlenek voltak ezek a kapcsolatok, de az idők folyamán szépen rendeződtek, barátságok, és ami ennél talán még fontosabb, házasságok jöttek létre, vegyes házasságok, gyerekek születtek, tehát a családok nagy-nagy szeretetben és egyetértésben éltek már napjainkban. Amikor itt az árkot készítették, akkor itt volt egy kereszt egész az árok szélén, és fák voltak mellette, és ezt valamikor a Fischer Jóska ősei állították, és ő keresett meg engem, hogy ezt a keresztet arrébb kéne helyezni, mert hallotta, hogy én ilyenekkel foglalkozom, és akkor jöttünk, megcsináltuk, felújítottuk, arrébb tettük, és akkor azt mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha itt csinálnánk egy ilyen parkot, meg így neki ez egy ilyen ötlete volt, hogy ez a három népcsoportnak az együttéléséről kéne valamit kitalálnunk, és akkor, hát annyit tanakodtunk rajta ott a műhelyben, ott a kollégákkal, hogy mit lehetne. Fogalmunk nem volt, mert azért elég nehéz téma ez, hogy mit lehetne, és akkor ugye már mi épületszobrászok vagyunk, és akkor az építészet oldaláról közelítettük meg, hogy hát miért ne lehetne egy székelykapu, egy sváboszloppa, és akkor kértünk a felvidékiekre jellemző mintákat, és akkor így összehoztuk meg így a háromszög szimbolizálja a három népcsoportot, és így a tulajdonképpen a székelykapu tartó sváboszlop, mivel a svábok voltak itt előbb, és akkor ugye Rebeka kolléganőm találta ezt ki, ő tervezte.